Marci Dávid, szeretettel köszöntelek. Hát megmondom őszintén, abban a kellemetlen helyzetben vagyok most, hogy a meghatottságtól nem tudom, hogy mit kérdezzek. Gratulálok, te voltál a mezőn legjobbja, és te rúgtad egy összes gólt a Debrecen ellen. Mit érzel, Dév? Hát nagyon nagy boldogságot érzem. Nagyon örülök, 84. percben sikerült betalálnom ember hátrányban, ami nagyon fontos volt szerintem a csapatnak, és nekem is, hogy tényleg egy ilyen fontos, jó csapat ellen tudtam gólt szerezni, hogy tényleg teljesen boldog voltam. Remélem mindenki boldog volt, aki kilátogatott ide a megyerünkre. Nekem még az is nagyon tetszett, hogy bátran elvállalta a lövéseket, szinte tényleg centimétereken múlott 2-3 erős lövésed, és azért nem akárkivel szembe játszott. Tehát mondd már nekem, ki volt az ember, aki fogott téged? A Bodnár István volt, és hát igazából Magyarország egyik legjobb védője, nem? Igen, de nehéz dolga volt, úgy gondolom, nem így magam miatt, hanem a pályatalaja tényleg nem volt tökéletes, kicsit ázott volt, úgyhogy jöttem befelé és próbáltam lőni, legközelebb több sikerrel, remélem. Én azért kérdeztem meg, hogy ki fogott téged, mert gyakorlatilag nem lehetett észrevenni, hogy ő a válogatottunk jobbeke, mert bármit, tehát bármilyen szituáció, bármilyen labdát levettél, megjátszottad, szerintem csodálatos teljesítményt nyújtottál. Köszönöm. Hogy készülsz a Fehérvár ellen? Hát Fehérvár ellen ugyanígy szeretnénk nyerni, lent Székesfehérváron. Én úgy gondolom, hogy megvan rá minden esélyünk, mert meg tudtunk verni, itt van egy nagyon jó Debrecent. Igaz, hiányos Debrecen, de győzni tudtunk, ami erőt ad, és tényleg Mésző Géza, amióta itt van addig, vagy azóta a csapat nagyon megy, és úgy gondolom, hogy ez kitartott a bajnokság végéig. Dév, azt szeretném még megkezdeni befejezésül, hogy hogy voltál megelégedve a Dvozsák Gabival ott hátul? Újonc, tudod? Igen. Srác utánad jött. Ott a magas gyerek? Az a magas gyerek, igen. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jól megoldotta a dolgát. A Géza biztos meg fogja dicsérni, mert igazából nem hibázott. A magyar bajnokság egyik legjobb támadóját le tudta venni a pályáról, ami tényleg így kihúzhatja magát, úgy érzem. És nagyon örülök neki, hogy még egy játszópajtás feljött a nagy csapatba. Dév, nagyon hálásan köszönöm a riportot, és sokáig nem fogom ezt elfelejteni. Sok sikert még a bajnokságban, és szurkolj a B csapatodnak. Persze, így lesz. Köszönöm szépen.